Elérkeztünk a karácsony előtti felkészülés hajrájába, ilyenkor még inkább érdemes odafigyelni a vásárlásnál. A vendégünk Kojvek Antónia, a Budapesti Békéltető Testület szóvivője. Na, akkor villámgyorsan hagyd tegyem föl a kötelező kérdést, így aranyvasárnap előtt, gyakorlatilag 2-3 nappal, ha jól számolom. Szóval mire figyeljünk ilyenkor a leges leginkább? Ugye már hallottuk, hogy utolsó pillanatra ne hagyjunk semmit, tehát ezt már azért úgy megbeszéltük, hogy ezt én is ajánlom mindenkinek, de ha mégis az utolsó 4 napban próbálunk vásárolni, akkor azért nézzük meg, hogy az összecsomagolt akciós kozmetikumok tényleg akciósak-e, tehát azért hasonlítsuk össze, mert lehet, hogy az összecsomagolt ár mégsem olyan kedvező, mint ahogy gondoljuk, tehát azért szerintem tudatosan nézzük meg ezeket a dolgokat. Tartós fogyasztási cikkek és műszaki cikkek vásárlás esetén mindig hangsúlyozom, hogy próbáljuk ki azt a vásárlást követő 3 munkanapon belül. Tehát ha nem rendeltetésszerűen használható a termék, akkor 3 munkanapon belül kiderül, hogy és még benne vagyunk ebben az időben, hogy esetleg nem jól működik, akkor ne a karácsonyfa alatt derüljön ki, és esetleg utána már nem cseréli automatikusan a kereskedő, mert ilyenkor van egy ilyen szabály, ez a 3 munkanapos csere kötelezettség, ami nagyon fontos. Használati cikkeknél, ruházati termék, cipő és táska, egyéb ilyen termékeknél pedig nagyon fontos, hogy ha ajándékba vásárolunk és esetleg nem tetszik, akkor ugye nem köteles a jogszabály szerint kicserélni a kereskedő. Ezért én azzal szoktam élni, hogy a számlára vagy a nyugtára ráíratom esetleg, hogy meddig lehet ezt visszacserélni. És nem rá lehet írni egyébként a számlára, az nem gond, ugye? Semmi, visszacserélést. Van. Én egy cipővásárlásnál vagyok, vagy voltam így, és ráírták, hogy december 15-e, hogy ne legyen ebből vita. Tehát, hogy ne csak szóban elhangzott, és akkor utána ott vitatkozom majd januárban, hogy miért nem cseréli ki a kereskedő. Egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy mikor kötelesek visszavenni, vagy kicserélni az adott terméket a boltok, illetve mikor dönthetnek saját belátásuk szerint, hogy itt most cserélnek? Vagy... Nyilván a kereskedő érdeke is az, hogy a fogyasztó visszamenjen. Ez így van. Jogszabály alapján, ha használati cikket vásárolunk, és nem hibás a termék, ez a lényeg, akkor nem köteles kicserélni. Uh-huh. Tehát az ő felajánlása, hogy ő 30 napon belül cserél, vagy ünnepek után, vagy 2 ünnep között. Ezért jó, hogyha ráíratjuk, mert hogy ez eltérő lehet, hogy meddig ajánlja föl ezt a lehetőséget a fogyasztó számára. Tehát azt gondolom, ez fontos. Internetes vásárlásnál pedig hát nem sok időnk van, tehát azért nézzük meg azokat a szállítási határidőket, mert azért ha most megrendel valaki valamit, főleg mondjuk Európai Unión belül, tehát nem magyar terméket rendel, nem biztos, hogy az már megérkezik. Hát sőt, én azt gondolom, hogy most egyébként már elkésett bárki, aki most rendelne. Igen. Igen, és még azt szerettem volna, hogy ugye az internetes megrendelésnél, aki már korábban rendelt ilyen terméket, de még nem érkezett meg, mert olyan is van, akkor ilyenkor is elállhat. Tehát még a termék megérkezés előtt is elállhat a szerződéstől, és akkor gyorsan beszerez egy másik ajándékot az illető ismerősnek, mert ugye az a probléma, hogy akkor nem tudja határidőben odaadni azt az ajándékot. Egy kicsit visszakanyarodnék a legelső gondolatára, ezek az összecsomagolt termékek, meg a 30-40-50%-kal kínált termékekre, hogy ez mennyire jellemző, és egyáltalán jogszerű az a gyakorlat, hogy azt csinálják a kereskedők, hogy egy jóval magasabb árat írnak oda, azt áthúzzák, és azt mondják, hogy most 30%-kal olcsóbban, és közben kiderül, hogy valójában nem 30%-kal olcsóbb az a termék. Én azt gondolom, hogy most már, hogy internetes világban élünk, azóta az árukeresőn, ezért mondom a tudatosságot, tehát meg tudjuk nézni az árakat, és hasonlítsuk össze, mielőtt belemegyünk egy ilyen akciós vagy összecsomagolt termék megvásárlásra, mert nem biztos, hogy jobban járunk. Ez műszaki cikkeknél is egyébként szerintem nagyon jól működik, hogy sokan nem vásárolnak online, viszont az online felületet felhasználják arra, hogy megnézzék a termékeknek az árát, összehasonlítsák, és utána a legkedvezőbb áron kínált terméket vásárolják meg, és szerintem itt kezdődik egyébként a tudatosság a vásárlásban. Én csak a legvégére kérdezem, meg javul a kereskedőknek a hozzáállása? Én azt gondolom, hogy igen. Én azért egyrészt optimista vagyok, másrészt pozitív tapasztalatokat látok. Jó részt, amikor már a békeltető testülethez kerül az ügy, akkor azért nagyjából fölajánl valami egyességet. Uh-huh. Tehát, hogy ezt mindenképpen pozitívumként gondolom. Senki nem akar pereskedni azért. Igen. Jó, hát itt az utolsó napokra tényleg legyenek résen, hogy ha eddig nem voltak. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta.